Évente közel 140-150 millióan utaznak a MÁV járatain, ők azonban nem mindig eléggé körültekintőek, most megnézzük, hova kerülnek az elhagyott tárgyaik. Általában a jegyvizsgálók és a takarítók szokták megtalálni azokat a tárgyakat, amelyeket az utasok a vonatokon felejtenek. Ezeket a tárgyakat akkor elhozzák azokra a helyekre, ahol tudjuk ezt nyilvántartásban venni, tárolni, mint ebben a szekrényben kisebb tárcákat, egy esernyő is van most, bankkártyákat, iratokat, könyveket tudunk tárolni, és itt mellettem a sarokban pedig az utóbbi két napban bekerült hátizsákok, táskák, szatyroknak a mennyisége. Szerintetek a tavalyi év során hány tárgyat hagytak el az emberek a vonatokon? 500 ezer. 4 millió. Hát szerintem minimum 200-at biztos. Szerintem 2-3 milliót. Mert az emberek hajlamosak elhagyni a kesztyűt, a sálat, az esernyőt, a csomagot, bármit. 1000 fölötti szám olyan 1000-2000 között körülbelül. Szerintem körülbelül olyan 1000-et. Jelenleg összesen több mint 30 ezer darab tárgy van az adatbázisunkban, amit az elmúlt években már elhagytak az utasok, és még eddig nem kerestek, vagy nem került vissza a jogos gazdájához. A tavalyi évben 9 ezer darab tárgyat találtak, vagy adtak le. De jó Isten! Az igen. Az igen, hát erre nem gondoltam volna. Akkor nagyon-nagyon túlcsatoltam. Akkor rendesebbek vagyunk ezek szerint. A legjellemzőbbek a ruhadarabok, kabátok, esernyők, pulóverek, tárcák, a műszaki tárgyak, telefonok, laptopok. Különlegesebb dolgokat is találtunk, Mikulás ruhát, bírói talárt. Hangszereket is szoktunk találni, ukulelét, hegedűt, nagybőgőt, gördeszkát, rollert is találtunk már, petróleumlámpát, egy újraélesztő szettet, készüléket is, és babakocsit is. De találtak már az én kollégáim egy hűtődobozban, hűtőtáskában egy kígyót is, ő is visszakerült a gazdájához. Már egy olyan adatbázisunk van, amelyhez a jegyvizsgálók is hozzáférnek, a pénztárakban dolgozók is, és az ügyfélszolgálat munkatársai is. A jegyvizsgálóknak ilyen okostelefonja van, és akár fotóval együtt, az összes információval együtt be tudják vinni egy új talált tárgynak az információit. Mit gondolsz, hogy vajon az embereknek hány százaléka jelentkezik aztán az elhagyott tárgyakért? Hát olyan 50 mondjuk. Nem is keresik? Hát csak keresik talán. Hát a fele biztos keresi. Maximum ilyen 2%. 25. Én is 20-at mondanék nagyjából. Szerintem így a fele körülbelül. Az adatbázisunk szerint pontosan 45%-a kerül vissza a hozzánk bekerült tárgyaknak. Az ügyfélszolgálat mögött, hogy csak egy pici ideig tudjuk tárolni ezeket a tárgyakat, ha eltelik annyi idő, hogy már nem várható az a jelentkezés, vagy egyszerűen ott helyhiány lép fel, akkor ide ebbe a négy pálcér szekrénybe kerülnek át a talált tárgyak. Ha mondjuk te találsz egy elhagyott tárgyat a vonaton, akkor mit tennél vele? Leadom, meg kirakom Facebookra, meg mindenhova tudom, hogy megtalálják. Hát akkor le kell adni egyik kalauznak. Mindenképpen az információnál megkérdezném, illetve a jegypénztárba, amelyik közelebb van. A vonaton a kalauznak adnám. Hogyha valaki utasként talál egy elhagyott tárgyat, akkor az a legegyszerűbb módja, hogyha beadja a személyes ügyfélszolgálatra, még ha ez egy picit több időt is vesz igénybe. Előfordul az, hogy a jegyvizsgálónak oda szokták adni például egy tárcát, egy telefont, vagy egy olyan kicsi tárgyat, amit a jegyvizsgáló is tud kezelni. Ebben lehet számítani az ő segítségükre, de egy nagyobb táskát ők se tudnak kezelni, ők is dolgoznak folyamatosan, tehát a személyes ügyfélszolgálat a megoldás leginkább.